Sok szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Sok szeretettel köszöntöm dr. Karasszon István professzor urat, Szigeti Jenő tanár urat, állandó szakértőnket, Karasszon professzor ura, Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi szakának az ószövetségi professzora, és ebben a pandémia utáni helyzetben arról beszélgetünk, hogy hogy telt a református egyház, és azon belül a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetemnek a mindennapjai. Én azt hiszem, hogy ez még tovább tetézi azt, hogy ott volt egy tűzeset, és hát átépítés, építkezésben vagytok. Szóval ez a két dolog, a teológián, a híres Rádai utcai teológián hogy oldódott meg? Hát köszönöm a kérdést, az érdeklődés nagyon megtisztel. Hadd idézem Ravasz Lászlót, aki a lelkésznek a rögtönzéséről mondta, hogy a rögtönzés az pont olyan, mint amikor éjfélkor riadót fújnak egy katonaságnak. Az egyik percben mindenki aludt, a következő percben pedig már itt a puskám, itt a sisakom. 5 perc múlva pedig már úgy masíroz a hadsereg, minthogyha verőfényes dél lenne. Majd hozzáfűzte Ravasz László, a fontos az, hogy legyen hadsereg. Magyarul azt tud rögtönözni, akinek kellő felkészültsége van. Ebben a pandémiában, és hát az egyetemünknek is a sajátos helyzetében csak az tarthatja meg az embert, hogyha tartalmilag nagyon pontosan tudja, hogy mit, miért és hogyan csináljon. Én úgy vettem észre egyébként, hogy nézegettem persze régi tanítványokat, akik most már kollégák, hogy hogyan szervezik meg a gyülekezetük életét. Egy szembillanás alatt gyönyörűen ráálltak az új helyzetre, mindent próbáltak, online istentisztelet és online megszervezve a gyülekezetet. Én úgy látom, hogy ez szépen sikerült, közben persze mindenki tudta, hogy ez kényszerhelyzet, és hát amikor enyhíteni kezdték a dolgokat, akkor persze mindenki fellélegzett, de úgy látom, hogy nagyon józanul. Tehát csak egy dolgot mondok, templomban hogyan oldjuk meg, hogy valóban megtartsák a távolságot, hát ilyen liturgiai lapokat máskor is szoktunk kiosztani. Most a liturgiai lapokat oda rögzítették egy celluxon a padhoz, és olyan távolságban, hogy az biztonságos legyen, mérték, hogy 100 embernél több egy alkalomra ne jöjjön, és gyönyörű szépen megoldották. Gyönyörű szépen megoldották a dolgot, úgyhogy én azt kell mondjam, hogy gyülekezeti tagoknak, híveknek is, és lelkipásztor testvéreinknek is, hát a legnagyobb elismerésemet mondhatom, nagyon szépen, kicsit jó érzés is volt, na, akkor mégiscsak van valami tartalom mögötte, hogyha mi az új helyzetben is pillanatok alatt át tudtunk állni. Hát ami az egyetemet illeti, nyilván ez egy nagyon sajátos helyzet volt, hogy hát átépítés alatt áll a Rádai 28, a Csopaki utcában van a hittudományi kar jelen pillanatban. Ideiglenes helyen a könyveim bepakolva, 50 nagy dobozban bepakolva, mert azok nagyon hiányoznak. És akkor most ez az ideiglenes hely sincs. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy főleg azért talán, mert ezek a fiatalok már nagyon hozzászoktak a digitális játékokhoz, nekem az csak játék, a digitális eszközök használatához pillanatok alatt ment az átállás. Nekem, mint hát öreg tanárnak, éppen beszéltünk itt Szigeti professzor úrral, hogy bizony a személyes kapcsolat az nagyon hiányzik, és nagyon várom, hogy újra találkozhassam személyesen a diákokkal. Ezzel együtt nyilvánvalóan a home office és a távoktatás nagyon szépen megszervezte az egyetem, ez gyönyörű szépen ment. Szigeti tanár úr? Hát nagyon örülök, amit mondsz, mert mintha szívemből beszéltél volna.
De nagyanyám jutott az eszembe. Nagyanyám mindig azt mondta, a rossznak a másik oldala a jó. És ezt lehetett tapasztalni. Például azt, hogy a gyülekezetet jobban össze tudjuk fogni. Erre kevesebb idő volt, amikor jöttek a hívek, most utána kell menni az embereknek, és össze kell fogni. És nagyon-nagyon örülök, hogy látszik az, hogy ez a valós magja a gyülekezetnek. Yeah. És ugyanakkor az is érdekes, a gyülekezeti tagokba egy egészséges missziói gondolat jött. Ők szólnak a másiknak, az öreget, ők mondják, hogy jöjjön, ha nincs számítógépe, jöjjön hozzánk, mert látjuk az Isten tiszteletet. Szóval ez egy hatalmas nagy valami, mert kiderül, hogy kezdenek az emberek másukért tenni. Tudnélik, az igazi nagy kérdése minden egyháznak, meg minden közösségnek. Minden közösségnek. Az a lényege, hogy tudok-e a másikért tenni valamit. Mert hogyha csak úgy el vagyunk egymás mellett, mint a befőt, ahogy a Pesten mondják, akkor ez nem közösség. Ha összeér a vállam a metrón valakivel, akkor még nem vagyok közösségbe vele. Igen, tökéletesen így érzem én is, hogy a megszokott mindennapjainkban van egy bizonyos szervezettsége a társadalomnak is, egyháznak is, stb. Családnak ami egy is. Kicsit kényelmessé teszi az embert. Ez úgy is megy a maga útján, és amikor ebből kimozdul, akkor jaj, bizony, nekem is tennem kell valamit, és ez valóban megmozdult. Te a gyülekezeti életről beszéltél, abszolút így van. Én most a diákjaim, most hirtelen rögtön egymás között elkezdték mondani, hogy neked megvan ez, neked megvan az, tudod. Így van náluk is, így van. Igen, és egymás között örömmel láttam. Cserebere. Megy a nekem telefon. Megvan az egyháztörténelem, neked megvan az Ószövetség, akkor add ide a tételeket, én még hozzáírok, te ehhez írjál hozzá. Vagy erősebb, ebbe segíts nekem, szóval oda-vissza megy. Igen. Úgy gondolom, hogy a kereszténység abban volt erős, különösen az első egyharmadában, hogy a rendkívül gyorsan változó körülmények közhöz nagyon rugalmasan tudott hozzáigazodni. Igen. És a 20. századnak a második felében, vagy legalábbis a 70-es, 80-as esztendők, meg a 21. századból ez az 20 esztendő, mintha ezt a tulajdonságunkat úgy elástuk volna, és úgy. Lehet, hogy megvolt, de nem kellett használni. Igen. És lehet, hogy ez a pandémiás helyzet, a koronavírus arra volt jó, hogy a kereszténységben potenciálisan benne levő rugalmasságot egy picikét motiválta, aktivizálta. Hogy látjátok? Hát ezen nagyon sokat gondolkoztam már régebben. A kereszténység pillanatok alatt futótűzként terjedt el a Mediterráneumban. Mi ennek a titka, mi ennek az oka? Hát vallási közösség akkor rengeteg volt, és én hát Adolf von Harnackot olvasgattam. Hát bocsánat, a legnagyobbak között legint. Is vagy a nagyobb igen. között is a legnagyobb. Aki nagyon hangsúlyozott két dolgot. Az egyik az, amit említesz, a keresztények egymás közötti kapcsolata. És itt főként a szociális tevékenységre utal Harnack. Hát Rómában biztos, hogy ez nagyon nagy. Rómában óriásian számított, hogy ezek nem hagyják el az öregeket, gondoskodnak a betegekről, stb. Ennek valami óriási, attraktív, vonzó ereje volt. Tehát ez az egyik. A másik pedig egyszerűen a tartalom, a feltámadás. Igen. A feltámadás hit az úgy terjesztett a kereszténységet, mint mozgalmat, bocsánat a szóért, de akkor mint mozgalom terjedt. Ez egy nagyon helyes kifejezés. Vissza kellene hozni a mozgalom kifejezést a kereszténységbe, csak az rögtön már ilyen szekta árnyékot vetne rá, de igen. Jól értjük mi. 1937-ben Aquincumban kiástak egy nagyon érdekes korai keresztény sírt. És nagyon érdekes, hogy a feltámadás reménységét kifejező sírleletek voltak. Igen. Nem ilyen-olyan kincseket tettek belé, igen. Hanem egy urvacsorai kelyhet
és egy tálat. Igen. Igen, igen. Mert ez a feltámadásnak az igazi szimbóluma. Szóval ez az egyszerű keresztény ember valamikor nagyon korán a 4. század előtt, ugye még akkor nem voltak keresztények, de igen. Szel a Trihóra, ugye Óbudán megvan a Raktár utcánál, amellett találták ezt a sírt, és nagyon szépen, régészek nem örültek, mert nem volt sok ékszer, meg stb. Vele, csak ez. Ez tökéletesen kifejezi a kereszténységnek az erejét. És ez így van mindenütt, hogy a reménytelen és a okoskodó filozófia, hogy a keletieket nézzük. És ez nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, hogy ebbe a feltámadás hitébe erősödjön igen. mindenki. Szóval nyilván Harnack még nagyon sok dolgot mond, amiket átolvastam, de nincsenek állandóan a fejem, de ez megfogott. Azért fogott meg, hogy nem lehetne, hogy most is ez hason. Tehát egyrészt az, hogy mi egymáshoz hogyan viszonyulunk, másrészt pedig egy tartalom, nyilván a feltámadás hitet azt nem tudom, és nem is akarom semmi mással pótolni, de mintha mind a kettő olyan lenne, amit hát a ma embere örömmel fogad. Csak egy apróság, valamelyik diákommal beszéltem vidéken, történetesen éppen öreg otthont vezetnek a szülei. Jaj, de örülök, hogy ott nem történt semmi dolog. Mondjuk a járvány és a betegség, hát az nem feltétlenül olyan dolog, amiről az ember tehet, de olyan szép dolog, hogy igen, ott nagyon vigyáztunk az öregjeinkre, nem történt semmi csúnya dolog, míg hát másutt állami feltartású intézményben sajnos történtek. Nyilván itt csak egy gyors megjegyzés, az öreg otthonokba a kórházakból cipelték vissza, mert igen. az öreget elvitték a kórházba, igen. még a pandémia, koronavírusos időszak elején a kórházba se figyeltek, összeültették, igen. összefektették, stb. Visszament, még tünetmentes volt néhány napon keresztül, megfertőzte a fél társaságot, szóval az egészségügynek, nekünk, a szakembereknek, mindenkinek tanulni kell ezt a helyzetet. Abszolút hát, így van, tehát szóval nem támadni akartam én ezzel persze, senkit. Hiába olvassuk ki a könyvből, hogy mit kell igen. csinálni, az egy érdekes. És a feltámadásra csak annyit mondanék, hogy nyilván a feltámadás egy olyan fontos dolog volt számukra, a legfontosabb, hogy minden más kevésbé volt fontos, és elveszítették a jelentőségüket, igen. ezáltal a kialakult helyzethez, a változó helyzethez iszonyatosan könnyen tudtak alkalmazkodni, mert a feltámadás hitük az hihetetlenül erős volt. Igen. És mit érdekel engem, hogy most ez a császár, ez a Néró, vagy az a császár uralkodik, hogy most ez a hadsereg igen. győz, vagy az a hadsereg győz, és a kereszténységben volt egy ilyen állandó megújulás, egy ilyen túlélés, egy igen. ilyen aklimatizálódás, és ez úgy gondolom, hogy az évszázadokon keresztül a történelemben a kereszténység egyik erőssége igen. volt. És ha még beszélhetünk a zsidóságról, akkor a zsidóságban is egy ilyen mindenáron való túlélés, alkalmazkodás, a hitem megőrzése, a vallásom, a kultúrám igen. megőrződése. Én azt hiszem, hogy egy kicsit tőlük vettük, vagy tőlük örököltünk, nem tudom. Épp azt akarom mondani, hogy nem. Nem. Igen, nem. Akkor hallgatunk. Szóval a nagy különbség, anélkül, hogy leszólnám, nyilván persze, nagy tisztelője vagyok a zsidó vallásnak, a nagy különbség az, hogy ott van feltámadás hit, de hogy így mondjam, opcionális. Uh-huh. Tehát az egyénre van rábízva, hogy most ezt elfogadja és hisz benne, és ehhez igazítja az életét, avagy sem. A fontos az, hogy a szombatot megtartsd. Igen, a törvényt. Hogy aztán hiszel a túlvilágban, nem te dolgod. A kereszténységben azért nem. Aki nem hiszi Krisztus feltámadását, vége. Az nem keresztény. Az nem keresztény. És még egyet szeretnék mondani, ez nagyon, lehet, hogy erősebben áll ránk, mint a 2000 évvel ezelőtti elődeinkre. Minőségi különbség van a keresztény feltámadás hit, és a kornak, a mai napnak is a túlvilági transzcendentális filozofálása és gondolkodása között.
most egészen extrém, meg én nem akarom az iszlámot se leszólni, de a keresztény feltámadás hit nem az, hogy én a mennyországban ülök, és eszem a párolt bárányszemet, és nézem a húrik... És banánt teszek még hozzá, mert az egészséges. Igen. Nézem a húrik táncolását, nem ilyen. Pál apostol számára mi a feltámadás? Ugye, epitimian ehu eisztoen a lüsszeikaisin Christu éne. Vágyat érzek, hogy elköltözzem, és Krisztussal ég. A feltámadás hit ez. Na, Krisztussal le vagyok. Itt pontosan az örök életről, hogyha most kicsit keresztényen mondom, egy biztosat tudunk. Közösségben leszünk Krisztussal, ennyi. Nem? Ez ennyi. Ez mindennél több. És a feltámadás hit az a meggyógyult közösség. Mit él át a mai 21. századi ember? Az, hogy azt, amit a Bethesda tónál az a 38 éves beteg, hogy nincs emberem. És mi beszélünk szabadságról, erről beszéltünk korábban, beszélünk szabadságról, de szabadságtárs nélkül elgondolhatatlan, lakatlan szigeten nem vagy szabad. Szabadsághoz kell egy másik ember, kell egy közösség, és ez a megépülő közösség. Ezért nem véletlen, hogy figyeljétek meg, az egész kereszténységben mindig az eklézia, az egyház gyülekezet, stb. A közösségen van a hangsúly. A kereszténység egy jellegzetes közösségi vallás, mondjuk a buddhizmus az egy individuális vallás. Igen. És hát ami nagyon jellemző, amikor mi fiatalok voltunk, megjelent magyarul is egy híres könyv, a Reasonnek a Lonely Crowd, nem tudom, mi is volt a magyar magányos tömeg. Igen. Elmagányosodott tömeg. Nem, magányos tömeg. Igen. Annyira jó, hogy is mondjam, csak ilyen diagnózisa a modern társadalomnak, amikor egy tömegben együtt vagyunk, ám de mégis mindenki egyedül van. Míg mi ennek az ellenkezője? János a Patmos szigetén. Igen. Aki teljesen egyedül, és mégis benne egy egész hálózatban, ha szabad így mondanom, most a hálózatot pozitív értelmében, hogy mégis lélekben mindenkivel is, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban. Csak egy kis pozzana, ha már Jánost említetted a Patmoson. Én mindig elgondolkodom, tenger többé nem lesz. Miért? Mert neki az fájt, hogy elválasztotta a tengerőt. Igen, a többi. Az volt az akadály. Szóval tenger többé nem lesz, ez szimbolikusan is igaz, hogy ott nem lesz válaszfal ember és ember között, ami most borzalmas, a válaszfalak kínját érjük át állandóan. És csináljuk, építjük belülről, kívülről. Professzor úr, a ma emberét nagyon érdekli, hogy egy vallásos ember, egy lelkész, egy professzor, milyen választ ad a koronavírusra? Hogy dolgoztad föl magadba? És most nem egy szak választ várunk, hanem milyen gondolatok jutnak. Tehát van, aki azt mondja, igen, ez az Isten büntetése, mert a 21. század, és így, és most megbüntet bennünket. Szóval, hova tegyük ezt az egész kérdést? Én azt hiszem, hogy extra dologra nem kell gondolni. Elsősorban én is egy átlag ember vagyok. Elsősorban arra gondoltam, hogy lehet, hogy eddig tartott az életem, köszönöm, és minden reggel köszönöm, hogy még élek. Tehát nyilvánvalóan az embernek egy kicsit átgondolni. Kell visszatekinteni. A másik az volt, hogy feladat. Ugye nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ember a pandémiában megmaradjon, hála Istennek nem lett annyira szigorú, mint amennyire féltünk tőle, de bizonyos... Nálunk nem, de máshol igen. Szóval bizonyos feladatokat hát el kellett látni, sokkal nehezebb volt ugye kiskutyával lemenni sétálni, megsúgom, hogy 4 lába van egy kutyának, megsúgom, hogy 3-szor lemegy egy nap, ez azt jelenti, hogy mennyi is, 12 lábat mindig fertőtleníteni. Igen. Tehát feladat. És aztán jött a többi, mindenütt van az embernek barátja, először mindenki meglepődött, hogy
miért írok és miért telefonálok. Svájcban elég sok van, és ott nagyon, nagyon szigorú volt ez a járvány. Én genfi diák voltam, Genfbe körülbelül annyi fertőzött, mint Magyarországon együtt. Érdekes, hogy Svájcról nem nagyon hallottunk soha a statisztikák. Egyszer-egyszer jött, de én különösen figyeltem. Meg lehetett találni, ha kimondottan keresem, igen, de a médiában nem nagyon jelentkezett Svájc. Ez egy külön érdekesség. Hát ugye Bázel a másik város, ahol tanultam, Bázelnek a repülőtere már Franciaországban van Mulhouse nevű város. Igen, ott bérlik a franciáktól. Igen. És ott egy hát nagy protestáns, neoprotestáns összejövetel volt Mulhouse-ban, és ott kellett felhúzni az ideiglenes kórházat, mert ez volt a gócpont aztán. Senki nem vette észre. Mondták, hogy hát nem is tűnt fel, hogy valaki ott köhögött volna. Ezzel együtt sajnos ott terjedt el leginkább, és hát volt tanáromat is felhívtam, aki hála Istennek jó volt, jól volt Bázelban, de mondta, hogy hát az olyan nehéz, hogy felhívom ezt a korombeli idős barátomat, hát ő már nincs, meg azt is, és már ő sincs. Tehát azért másutt azért nagyon goromba tudott lenni ez a vírus. Tehát az ember úgy átgondolta úgy hirtelen, hogy ki meg, hogy áll legközelebb hozzá. Egy számadást készített. Igen, egy számadást készített, feladat is volt. És aztán hát egy picit azért oda átra is tekintett az ember arra a bizonyos... eljövendő világra. Lehet, hogy nem sokára. Mondjuk a hozzávezető út nem könnyű, de a cél az azért mégis örömteljes, én azt hiszem. Tehát igen, egy nagyon erős pillantással odaátra, és úgyhogy azt mondtuk, hogy nagyon sokszor a gyülekezeti életben is van pozitív hozama is a dolognak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen pozitív hozamát látott te a református egyházon belül? Én azt hiszem, hogy azért, ha valaki így átgondolta a saját életét, akkor mondhatja azt, hogy de rosszul tettem, hogy eddig nem mindig erre gondoltam, és a mindennapoknak a sár vagy iszap birkózásában ez a pillantás odaátra, ez nem volt ilyen erős, erőt ad. Igen. Ez a lényeg, hogy erőt ad. Tehát belefeledkeztünk a mindennapokba, miközben mondta szánk, hogy hát igen, Urunk, meg az eljövendő világ, de valahogy abban a rohanásban, abban a mókuskerékben nem jutott kellő hangsúly. És a mókuskerék fáraszt. Igen. Míg ez az átpillantás, hogy na, valahova tartok, és az egy jó, és az egy kívánatos, és szeretnék én is szín Krisztó Einai, Krisztussal együtt lenni, ez erőt ad. Igen. Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert szinte majdnem szóra ezeket végig gondoltam, mert lévén én is öreg ember, és veszélyeztetett. Szóval van egy hármas szabály. Az ember életében van jó, meg rossz. De van három kérdés, amit fel kell tudni tenni. Egy, miért engedte meg ezt az Isten az én életemben, meg a világ életében? Ebben itt is van egy csomó tanulnivaló. Aztán, mire akar itt megtanítani? Mert én azt hiszem, hogy a járványban az a jó, hogy tanultak a közösségek belőle. Remélem. Tanultak. De mire akar megtanítani? És a harmadik, hogy ő hogyan akar tovább vezetni. Igen. Mert ott szoktuk elszúrni, hogy ezt a harmadikat nem kérdezzük meg, majd mi megoldjuk. És minden ilyen megoldást, egy ilyen pandémiás helyzet, az keresztbe vág. Szóval a legjobb, ezt nem lehetett kiszámítani. Ezért okoskodni mindenki tudott róla, de kiszámítani nem lehetett. És ez megint egy nagyon fontos tanulság, hogy azért kell az a cél, amiről beszéltél, azért kell felfele nézni. Mert enélkül nem tudod a következő lépést. Akkor srácok voltunk, akkor ezt nagyon sokszor megcsináltuk, a futballpálya oldalvonal bekötött szemmel nem tudsz végigmenni, mert mindig eltérsz valami. Igen, ez érdekes, igen. Nincs mihez viszonyítsál. Igen.
Karasszon professzor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az időnk eljárt, Szigeti tanár úrnak a szakértést, elköszönünk a kedves nézőktől, önök a Vallás és Kultúra című műsort látták, viszontlátásra, Isten áldja önöket!